Dérhenyi 2006-ban tűnt fel a Megasztár színpadán, és azóta is aktív szereplője a média világának. Láthattuk már többek között a Sugarloaf tagjaként, a Sztárban Sztárban, a Dalban, a Nagy Duettben, valamint több népszerű show műsorban is. Sikere egy gyerekkori álommal kezdődött. 3 éves koromban, amikor már elkezdtem beszélni, akkor én az összes olyan buliban, ahol a szüleimmel ott voltam, ahelyett, hogy a többi gyerekkel játszottam volna kint az utcán, udvaron, bárhol, szobában, én az asztal tetején szerettem táncolni, és ha megszólalt a zene, akkor azonnal a felnőttek között voltam, és már nyomtam akár fakanállal, akár dezodoros palackkal a kezemben, a klasszik vonalon, és mindenem volt a zene. Aztán 6-7 évesen elkezdtem zongorázni, párhuzamos az énekléssel, és amikor már az iskolában is a tanárok a szüleim fülére, agyára próbáltak hatni, hogy tényleg tehetséges vagyok, nem csak ők gondolják így, akkor elkezdtem zeneiskolába járni, a szüleim beirattak, és akkor így szépen lassan lépésről lépésre haladtam előre, és így lett. Tehát amikor 3-4-5 évesen, amikor már tudott az ember rajzolni, szebben rajzolni, és le kellett rajzolni az álmomat, akkor én egy színpadra rajzoltam saját magam egy mikrofonnal a kezembe, és én azt gondolom, hogy többszörösen túlszárnyaltam az álmomat. Az énekesnő nagyon hálás mindenkinek, aki támogatta céljai elérésében és önmagának is, hiszen kitartása nélkül nem valósulhatott volna meg a gyermekkori álom. Dérhenyi a mai napig küzd az álmaiért, ami a jelenlegi élőzenekari formációt is eredményezte. A kiskörösre elhozott együttes felállítása során kulcsfontosságúnak tartotta, hogy a tagok is hasonló energiákkal rendelkezzenek, mint ő. Még a pandémia előtt megálmodtam, és nem csak előtte, hanem már jóval régebb óta, egy nagy álmom volt, hogy egyszer egy női zenekarom legyen. Egy igazi, dögös, csajos, hangszeren játszó lánybandát képzeltem magam elé, mint amit annó láttam Beyoncé-nek a koncertjei, és én ettől az ötlettől nem tudtam elhatárolni magam, és nem tudtam eltántorodni emiatt. És össze is raktam a csapatot, és beköszöntött a pandémia, ez volt 2020-ban, de összeállt a lánybanda, csak nagyon nehéz volt életbe tartani, koncert hiány. Na de most a 22-es év az teljes mértékben dübörög, és most már azt merem mondani így szeptemberre, a főszezon végére, hogy Kiskörös szerintem teljes pompájában láthatja a csapatot, mert most már teljes mértékben összeszoktunk, és már nagyon-nagyon sok élő nagy koncerten vagyunk túl, úgyhogy nagyon szépen formálódik a csapat, és most már nem csak teljesen lányzenekarból áll, hanem kicsit formálom, a táncosokban vannak fiúk, azért a zenekarban is vannak fiúk, tehát minden olyan lány zenekar tagot meghagytam, akikben az a fajta energia, az a fajta plusz töltet, ami egyébként bennem megvan a színpadon, azt abszolút szerettem volna még pluszban ott tartani a színpadon másnál is. A Covidot követően, mikor 2021-ben ismét elindultak volna a koncertek, kiderült, hogy az énekesnő gyermeket vár. Így csak 2022-ben mutathatták be a nagy közönség számára a megújult formációt. Az a fajta előadó vagyok, aki nem háttértáncosokban gondolkodik. Ennek a szó pejoratív értelmében, tehát nem szeretném, hogy a táncosaim vagy bárki a zenekarból, aki a színpadon áll mellettem, az ne háttérbe érezze magát, hanem legyen ugyanúgy előtérbe, mint én. Én nem félek, hogy az én energiámon ez csorbítana, nincs ilyenfajta komplexusom. Én azt gondolom, hogy minden plusz energia az csak még nagyobbat fog robbanni. Kisfia születése, ha bár az énekesnő nem gondolta volna, nagy változásokat hozott életébe. Annak idején nagyon sokszor hallgattam más anyukáktól, akiket ugyanígy megkérdeztek, hogy mennyire lehetett megváltoztatni egy nőt az anyaság mi voltában, mert én azt gondoltam, hogy hogy változik meg egy nő, hát a nő az ugyanúgy egy személyiség marad, az egy szület gyereket, és van, akit még jobban szeret az életénél is jobban, de attól az ő személyisége megmarad. Ez így is van, ezt aláírom, viszont tényleg igaz az, hogy a személyiségemet formálja. Mindenki, 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 minden
sokkal lágyabb lettem, és sokkal inkább előtört bennem az a fajta nőiesség, ami addig is ott volt, csak előtérbe helyeztem más olyan jellemvonásaimat, ami egyébként karakteresebb volt abban az időszakban. De most, mivel nyilván az anyaságot azt többször használom, a nap 24 órájában, ezért nyilván sokkal másabb jegyek dominálnak a színpadon, az erő ugyanúgy ott van, de nem mindig talán azzal a matróna nagyon maszkulin énemmel próbálok hódítani, hanem tök más lágy energiák is jelen vannak a színpadon. Dérhenik kisfia születése után kiadta a Szeretem dal című zenéjét, melyel egy új oldalát mutatta meg a közönségnek. Én nagyon-nagyon sok ilyen dalt tartalékolok magamban, és van is bennem is egyre több ilyen érzés szabadul fel bennem, csak nagyon nehezen mutatom meg, mert egyébként mindig a számok embere szoktam lenni, és azt szoktam figyelni, hogy a legnézettebb, leghallgatottabb dalaim abszolút nem erről a vonalamról ismeretesek, és ha megnézem azt, hogy mondjuk egy Szemtelen 30 milliót is túlszárnyalta, és még ez az igazán belső, nagyon féltett énemet alig 1 millióan nézték meg, akkor a kettőt összevetve mindig a mérleg afelé billen, hogy na jó, hát akkor én így ilyen áron nem fogom tálcára rakni a szívemet, de ezt mindig megcáfolom a koncerteken. Dérheni már többször is járt városunkban, és ezúttal sem okozott csalódást. A táncosaival együtt színpadra lépő énekesnő a közönséget megmozgatva és velük együtt énekelve tette emlékezetessé a szombati nap záró programját.